A tervek szerint bővülhet az online kasszák használatára kötelezett vállalkozások köre, a gyógyszertárakra és az autókereskedésekre is kiterjeszthetik a jövőben. A gazdaság fehérítése mellett többletbevételt is hozhat az államnak az intézkedés. Szeptembertől terjeszthetik ki az online pénztárgépeket a gyógyszertárakra és az autókereskedésekre is. 217 ezer online kassa már működik az országban. Ez újabb 30 ezeret jelentene. Ahol bevezették, ott működik, és többletbevételt is hozott az állam költségvetésébe. Tavaly 60 milliárd forint plusz bevételt. A vállalkozások egy része jogosnak tartja, hogyha egy kisboltnak kötelező a kassa, miért nem használják a nagyforgalmú patikák is, és például a magánpraxisokban működő orvosok. Az új szabályozás vonatkozik többek között a gépjármű alkatrészeket forgalmazókra, a fitnesstermekre, az utazási szolgáltatást nyújtókra is. A Magyar Pénztárgép Szövetség szerint az online kasszákról szóló rendeletnek van jó oldala is, miközben a gazdaság újabb szektoraiban kötelező lesz. Az eddiginél észszerűbb szabályok vonatkoznak majd a pénztárgépek használatára. Nagy segítség lehet a felhasználóknak, hogy ezentúl át lehet iratni egy másik vállalkozás nevére az adóellenőrző egységet. Vendégünk Magyar Norbert, a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sajtószóvivője. Jó estét kívánok! Köszönjük! Nos, mi a tapasztalat eddig az online kasszák bevezetése óta a használatát követően? Igazából az áfa bevételek növekedését folyamatosan tapasztaljuk az online kasszák bevezetése óta, hiszen hogyha a mostani első negyed évet vesszük csak figyelembe, akkor 15 millió forinttal nőtt az előző évekhez képest az áfa bevétel. Ez azt jelenti egyébként, hogy az ellenőrzéseinkben az online kasszák olyan mértékű segítséget nyújtanak, amely az operatív munkánkat egy kicsit más szintére helyezi át, hiszen a metodikája, az ellenőrzések metodikája erősen megváltozott. Most már az online kasszák üzembe helyezésével az áfa, illetve a maga számla nyugtaadás ellenőrzése is megváltozik, hiszen nem kell próbavásárlásokat végeznünk ahhoz, hogy lássuk a folyamatos adatforgalmat, illetve tudjuk azt, hogy azok a bevételek, amelyek egy bizonyos adatforgalomhoz tartoznak, vajon bejönnek-e. Természetesen az ellenőrzéseinket azért nem helyeztük át teljesen egy másik síkra, hiszen ugyanúgy működnek az operatív ellenőrzéseink hagyományos módszerei is. Azonban itt egy picit a 21. századba lép át az adóhivatal is, hiszen a Nemzeti Adó és Vámhivatal azokat az ellenőrzéseket, amelyeket lefolytat az online kasszákkal kapcsolatosan, már el tudja végezni helyszíni ellenőrzések nélkül is, tehát odament a gépi adatokat leszűrve, illetve kockázatelemezve tudjuk a megállapításainkat megtenni, és természetesen a továbbiakban folytatni az ellenőrzéseink. Ezek szerint az online kassza bevezetése hozzájárult a gazdaság fehérítéséhez, hiszen ez volt az egyik fő cél. Pontosan ez volt az egyik fő cél, hogy azokat a tevékenységi köröket próbáltuk meg első körben bevonni ugye az online kasszák körébe, amelyek kockázatosnak minősültek, illetve az ellenőrzési tapasztalataink azt mutatták, hogy ott bizony áfa eltitkolás, vagy akár számla és nyugtaadás elmulasztása rendszeresen történik. Ebből a szempontból igen beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen ezeket a tevékenységi köröket, akik benne maradtak ezekben a körökben, tudjuk úgy szűrni, hogy egy pozitív dolog jön ki belőle. És akár az online kasszák már abban is segíthetnek, hogy ezt a bizonyos minősítést, amit április végétől bevezet a NAV, a vállalkozások kockázatosnak, illetve megbízhatónak minősítését ebben segíti. Természetesen segíti, hiszen az ellenőrzéseink az egyik szempontját képezi ezeknek a minősítéseknek, hiszen itt ugye kockázatos adózókat, illetve megbízható adózókat fogunk megkülönböztetni. Itt elsősorban az ellenőrzéseinket, az első negyedéves ellenőrzéseink tapasztalatait is figyelembe vesszük, hiszen nagyon fontos, hogy azoknál az adózóknál, akiknél valamilyen megállapítást teszünk, figyelembe kell venni azt, hogy milyen időszakra vonatkozott a megállapítás, milyen mélységig ment bele az adott vizsgálatnál, illetve hogy mivel zárult. Tehát teszem azt, hogyha egy számla és nyugtaadás ellenőrzésénél kapcsolódó vizsgálatként megvizsgáljuk azt is, hogy vajon az alkalmazott be van-e jelentve, történt-e más jellegű mulasztás, a bevallások megfelelő időben történtek-e meg, illetve a befizetések is ehhez kapcsolódóan, valamint a vállalkozás megfelelően működött az előző időszakban, akkor nem biztos, hogy az adott éppen egy alkalmazott által történt mulasztás határozza meg majd azt, hogy kockázatosnak minősítünk egy adózót, hiszen itt az adóbevallásokat, az áfa bevallásokat, a járulékbevallásokat, a határidőre történő teljesítéseket is meg fogjuk vizsgálni. Tehát nem biztos, hogy mindenkinek meg kell ijedni, aki az elmúlt időszakban valamilyen apró mulasztást tapasztalt.
Ezek szerint van némi mérlegelési lehetősége a NAV munkatársainak, vagy mennyire van leszabályozva, hogy ki az, aki kockázatos, és ki az, aki nem? Természetesen megvannak adva azok a szempontok, amelyeket elsősorban figyelembe kell vennünk, és itt az első negyed évre vonatkozó vizsgálati eredményeinket, illetve járulék és adóbefizetési eredményeinket fogjuk figyelembe venni. Azonban az adózók minősítésénél nagyon fontos, hogy ezen az időszakon kívül még majd hosszabb időszakokat is vizsgáljunk, hiszen hogyha az első időszakban valakit esetleg kockázatosnak minősít az adóhivatal, akkor természetesen tehet ez ellen jogorvoslati lehetősége van, tehát ez ellen fellebbezést. Ez azt jelenti, hogy 6 hónapon belül élhet ezzel a lehetőségével, és természetesen igazolnia kell, hogy mi alapján kíván ebből a minősítésből kilépni. Első körben egyébként elektronikusan fogjuk értesíteni az adózókat az első negyedéves minősítésükről, illetve ugye természetesen ehhez kapcsolódóan különböző ellenőrzési formák is fognak kapcsolódni, hiszen a minősített adózók minősített elbánást is fognak kapni. A kockázatos adózóknál természetesen igyekszünk majd további szankciókkal, illetve a szankciók mértékének a növelésével rászorítani őket a megfelelő jogkövető adózói magatartásra, illetve a megbízhatónak minősített adózóknál pedig olyan kedvezményeket próbálunk tenni, amely például a 180 napot meg nem haladó ellenőrzésekre vonatkozik, vagy pedig arra, hogyha olyan megállapítást teszünk, amelyben bírságot kell kiszabnunk, akkor a bírság mértéke az 50%-ot fogja a kiszabható bírságnak elérni. Ha valaki a kockázatos kalapba kerül, akkor csak saját kérésre kerülhet át a másik csoportba, vagy pedig figyeli a NAV bizonyos időszakon keresztül, hogy rendesen fizeti az adót, a bejelentési kötelezettségek mindennek eleget tesz, akkor egy idő után automatikusan átkerülhet a megbízható csoportba? Kérésre természetesen nem lehet átkerülni, hogyha valaki szól, hogy ő nem szeretne ebben maradni, akkor nem fog emiatt átkerülni egy másik adózói minősítési bázisba. Természetesen negyed évente folytatjuk ezeknek az ellenőrzését, illetve a figyelését, és ez azt jelenti, hogy ha a következő negyed évben olyan minősítést ér el az adózó, amely által indokoltá válik, hogy ebből az adózói szektorból kikerüljön és átkerüljön egy másikba, akkor erről értesíteni fogjuk. Azonban, hogyha nem változik ez az állapot, akkor újabb értesítést csak akkor fog kapni, hogyha valamilyen változás következik be az ő minősítésében. Mennyire kell félniük azoknak, akik a kockázatosba kerülnek? Én azt gondolom, hogy mivel az ellenőrzésünk másfajta szankciók kiszabását teszi lehetővé, sőt írja elő és kötelez minket erre, igyekezzenek az adózók nem a kockázatos adózói bázisba belekerülni, és erre talán még lehetőségük van, hiszen április 30-áig végezzük el az első negyedéves minősítési kört, és ezután 30 napon belül fogjuk értesíteni az adózókat erről. Úgyhogy ha valaki még az utolsó pillanatokban esetleg elmaradt járulék fizetéseit szeretné pótolni, az áfa befizetéseit, a bevallásait teljesíteni, akkor azt tegye meg, hiszen ezzel is javítja a minősítését. Itt a megyében hány vállalkozást érint ez, és egyáltalán milyen típusú vállalkozások azok, akik ebbe bele fognak esni? Itt az áfa regisztrált adóalanyokat, illetve a cégbejegyzésre kötelezett adóalanyokat fogjuk első körben vizsgálni. Ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 30 ezer adózót jelent. Megvan erre az apparátus, akik ezt a 30 ezer vállalkozást április 30-áig ellenőrzik? Igen, az adatbázisunkban ezek az adatok rendelkezésünkre állnak. Ugye korábban is végeztünk erre vonatkozó szűréseket, hiszen a kockázatelemzéseink révén folyamatosan figyeljük azokat az adózókat, akik esetleg kockázatosnak tudnak minősülni, hiszen az ellenőrzéseink többnyire rájuk irányultak. Illetve itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében korábban is az ellenőrzésünk egyik fő irányelve volt, hogy az adózókat ne bántsuk, hogyha nem muszáj. Tehát azokat az adózókat, akiket mi magunk is megbízható adózónak minősítettünk, kedvező elbírálás alá vettünk. Magyar Norbert, köszönjük, hogy befáradt hozzánk. Én is köszönöm.